fennállásának 15. évfordulóját ünnepli a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete. A helyi szervezet tavaly év végétől új irodában működik, amelyet múlt héten mutattak be a sajtó és az érdeklődők számára. 2004-ben alakult a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete Nyíregyházán. A tevékenységeik köre 2006-ban bővült, akkor már a foglalkoztatásra helyezték a hangsúlyt. Így ma már 6 szakképzett látássérült és 2 jól látó dolgozik a szervezetnél. 2009-ben egy hangstúdiót is kiépítettek, hogy feladataikat országos szinten is el tudják látni. Nagyon fontos az, hogy meglegyenek azok a helyek, ahol ők elérhetőek, hiszen az a munka, amelyet ők végeznek, az a lendület, amelyel ezeket a feladatokat megoldják, ezek nagyon-nagyon fontosak a megye közéletében. És nagyon fontos az is, hogy a társadalom számára meglegyen az az érzékenyítési lehetőség, amelyet azt hiszem, hogy mindenképpen nagyon szükséges egy társadalom felnőtté válása szempontjából, és itt mind iskolákban, mind közintézményekben, egyetemen végzik ezt a tevékenységet, és ezáltal az emberek találkozhatnak, velük találkozhatnak azokkal a problémákkal, amelyel a vakok és gyengénlátók szembesülnek a nap mint nap, a mindennapi élet folyamán, hiszen akár hogyha egy étterembe elmennek, és megpróbálnak rendelni, akkor is már rögtön nehézségbe ütköznek, vagy minden hétköznapi tevékenység, ami számunkra természetes, számukra akadályokba ütközik, és azért nagyon fontos az, hogy tudjuk mi az, hogy tolerancia, és tudjuk is segíteni őket. Stúdiónk vendége az Egyesület elnöke Nemes Nagy Tünde. Jó estét kívánok! Köszönöm. Jó estét kívánok! Milyen főbb feladatai, célkitűzései vannak az Egyesületnek, és az elmúlt 15 év alatt hogyan sikerült ezeket megvalósítani? Elsősorban az Egyesület legfontosabb tevékenysége az érdekvédelem, az érdekképviselet, aztán a látássérült embereknek nyújtható és nyújtott megsegítés, a speciális adaptív szolgáltatások, valamint az információ nyújtás. Hogyan alakul ennek a megvalósítása? Egyáltalán hány tagot számlál az Egyesület, és a megyében hány látássérült él? A Magyar Államkincstár adatai alapján 2000 embernek folyósítanak szociális ellátást azért, mert ő látássérült. Ebből körülbelül olyan 600-an veszik igénybe az Egyesület által nyújtott szolgáltatást tagsági viszony alapján. 2004-ben, amikor megalakult az Egyesület, akkor kizárólag Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére korlátoztuk a tevékenységeinket, kiépítettük a megyében a kistérségi körzeti csoportjainkat, a megye nagyobb városaiban, Fehérgyarmaton, Mátészalkán, Kisvárdán, Vásárosnaményban, Nyírbátorban, Nyíregyháza vonzás körzetében és magában a városban. És 2010-ben, amikor egy újabb ciklust lezártunk, és valami új kezdődött, tehát új választásokra került sor az Egyesületben, akkor álmodtunk egy nagyot, és országos egyesületként kérvényeztük az akkori bíróságon az Egyesület működési körét. Ezt jóvá hagyták. Tehát ez azt jelenti, hogy ma már körülbelül 1000 tagot számlálunk, és ők nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élnek, hanem az ország számos pontjáról is lehetnek nálunk tagok. Hogyan tudják áthidalni a távolságot? Azért egy látássérült embernek ez nem olyan egyszerű. Olyan szolgáltatásokat vesznek igénybe, ahol nem kell feltétlenül, hogy ő eljöjjön, és ezt személyesen kérje, tehát kérhet például egy speciális szolgáltatást, hogy számára olvastassunk föl a hangstúdióban az ő általa megvásárolt háztartási gépnek a használati utasítását. Vagy például ő egyetemre jár, és szeretne egy anyagot braille-írásban kinyomtattatni, akkor ezt megrendeli telefonon vagy elektronikus levél formájában, és akkor számára ezt elkészítjük. Ha már a braille-írás szóba került, ebben az évben jubilál is az Egyesület, illetve maga a braille-írás. Így van. 1890-ben született Louis Braille január 4-én. Január 4-én lett volna 210 éves Louis Braille. Ez tulajdonképpen egy ünnep a látássérülteknek, hiszen ő volt a pontírás, a braille-írás megalkotója. Az Egyesület pedig 15 éves ebben az évben. Hogyan tud terjedni maga a braille-írás itt a megyében? Mennyire népszerű ez a forma? A látássérültek Magyarországon
körülbelül 80 ezeren vannak, ebből olyan 9000 ember, aki vak, tehát aki semmit nem lát, a többi aliglátók vagy gyengéllátók. A Braille-írást nagyon kevesen ismerik, de a hétköznapi életben megtalálható Magyarországon gyógyszeres dobozokon, vannak már olyan teakészítmények, vagy valamilyen élelmiszer, de nagyon minimális, ahol ezt megtaláljuk, illetve az akadálymentesítésben lelhető fel a Braille-írás. Milyen együttműködő partnerekkel dolgoznak? Kik azok, akik segítenek az egyesületnek és az egyesületi tagoknak? A múzeum, a könyvtár, különböző kommunikációt szolgáltatók, olyan eszközboltok, akik azokat a speciális eszközöket forgalmazzák, amiket mi látássérültek használunk. Aztán kapcsolatban vagyunk a Nyíregyházi Egyetemmel, rengeteg szemléletformáló és érzékenyítő programot valósítunk meg, így a megye általános és középiskoláival is kapcsolatban vagyunk, óvodákkal, foglalkoztatókkal, Fehérbot alapítvánnyal, nagyon-nagyon sok mindenkivel. Vannak-e saját képzéseik? Tudnak-e abban segíteni, hogy aki látássérülté válik, az hogyan tudja ezt a funkcióvesztést a saját életében áthidalni, megoldani? Igen, a Braille-írást, a Braille-írás és olvasást oktatjuk elsődlegesen, illetve elemi rehabilitációs tevékenységek keretében oktatunk informatikai eszközök használatát. Ez lehet egy számítógép, egy laptop, képernyőolvasóval ellátott okostelefon, illetve olyan mindennapos tevékenységeket segítő eszközök használatának az elsajátítása, mint például egy beszélő konyhamérleg, vagy egy színfelismerő. Ez mindig attól függ, hogy kinek és mire van szüksége. A jubileumi évben milyen programokat terveznek? A jubileumi évben arra helyezzük a hangsúlyt, hogy megmutassuk, hogy mi látássérültek, mire vagyunk képesek. Azt beszéltük a kollégáimmal, hogy kis költségvetéssel fogjuk ezeket a programokat megszervezni, hiszen nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy megmutassuk, hogy igenis milyen dolgokra vagyunk képesek. Lesz egy zenei koncert, hiszen látássérültek nagyon sokan zenélnek, vagy énekelnek. Ezt októberben tervezzük a Fehérbot napján. Közösségi programokat szervezünk, autóbuszos kirándulásokat. Halmozottan sérült gyermekeket nevelő családjainknak szeretnénk egy nyári piknik programot. Nem volt még olyan inkluzív keretek között nyári tábor, hogy látó és látássérült gyerekek együtt táborozzanak. Ilyet is szeretnénk, májusban megszerveztük az országos Braille olvasás versenyt, ami azért különleges, elsősorban, hogy kézzel olvasnak a Nyíregyházára érkező látássérültek, a másik különlegessége és egyedisége, hogy kizárólag nálunk Nyíregyházán van egyedül országos Braille olvasó verseny, ez is körülbelül 15 éve már. Tapintható kiállítást szervezünk a Józsa András Múzeummal közösen, illetve minden évben készítünk egy témaköré csoportosított tematikus hangoskönyvet áprilisban. Idén az anyukákat fogjuk megszólítani, az Anya olvas című hangoskönyvet szeretnénk elkészíteni. Szeretnénk külföldre menni szakmai tanulmányútra a kollégákkal Ausztriába, egy ausztriai társszervezetet szeretnénk felkeresni. Karácsonyi programot szeretnénk majd, egészségnapot. Ezek tulajdonképpen ezek tervek, és ez mindig attól függ, hogy maguknak a látássérülteknek mire van igényük. Illetve két új szolgáltatást szeretnénk beindítani. Az elsőt látássérülteknek kínáljuk, az a címe, hogy Telefotel. Ennek az a lényege, hogy mi látássérültek, folyamatosan információhiányban szenvedünk, mi nem tudunk hozzáférni olyan mindennapi információkhoz, mint például egy akciós hipermarketnek az akciós kínálata, vagy a
számtalan tévéműsor, egyebek. Nekünk erre van adottságunk, hangstúdiónk van, bejönnek az önkéntes felolvasók, felolvassák, feltöltjük egy információs rendszerbe, kaptunk erre egy zöld számot, és ezt bárhonnan bárki elérheti, ingyenesen felhívhatja, és az igényeknek megfelelő információkat meghallgathatja. Van elegendő önkéntesük? Igen, de folyamatosan hívunk és várunk mindenkit önkéntes felolvasónak, de vannak. A másik szolgáltatásunk pedig a látó embereknek szól, hiszen szeretnénk nyitni, és szeretnénk megmutatni azt, hogy milyen is, hogyha valaki alkalmi vakként bizonyos sajátos szituációit alkalmi vakként éli meg. Vannak szimulációs szemüvegeink betegségre, optimalizáltan 10 különböző szembetegségre, illetve fehér botunk van és szemtakarunk, és hogyha valaki azt vállalja, hogy ő látóként mondjuk fehér bottal, szemtakaróval bemegy a boltba, és megpróbálja a mindennapi bevásárlását, vagy például a munkahelyére eljutni gyalogosan, vagy tömegközlekedéssel, akkor azt mi levideózzuk, és utána pedig együtt átértékeljük, átbeszéljük. Nemes Nagy Tünde, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és sikeres, eredményes évet kívánunk. Köszönöm szépen a lehetőséget.